Sziasztok, én Dani vagyok, és ez itt a Lint. Most jelent meg múlt héten a Far Cry 6. része, és hogy a korábbi részekben itt is lehetőségünk van felfedezni egy teljesen más, alternatív befejezést a játékhoz. Nem fogunk persze itt az intróban spoilerezni, viszont az új játék befejezésén túl visszamentünk a játék történelembe, és összeszedtünk még pár olyan titkos befejezést, amihez a játékosoknak vagy elképesztő nehéz fokozaton kellett befejeznünk a játékot, vagy csak szimplán iszonyú elvont feladatokkal kellett teljesíteniük, kvázi utasítások nélkül. Vágjunk is bele! Bár esetenként vicces, kiegészítő befejezésekről van szó, sok esetben nem lehet elkerülni, hogy el ne spoilerezzük a játék eredeti befejezését is, úgyhogy ezen a ponton figyelmeztetünk, hogy spoilereket találhatsz ezekhez a játékokhoz. Kezdjük is a Metal Gear Solid 5. részével, mert hát nyilván, hogyha elvont nehéz hülyeségekről van szó, akkor Hideo Kojima keze is benne lesz a dologban. Szóval, ugyebár a Death Stranding nagy gameplay újítása volt, hogy a játékosok összefoghattak, hogy globális szinten könnyebb legyen a játék. Építhettél pihenőpontokat, esővédő helyeket, de elég magas szinten akár konkrétan autópályát is, hogy az utána jövők dolgát egyszerűbbé tedd. Sokan úgy számoltak be róla, hogy az első játék, ami effektíve teszteli és jutalmazza, hogy mennyire hajlandóak a játékosok önzetlenül és jutalom nélkül segíteni másokon. De nem ez volt az első eset, hogy Kojima olyan mechanizmust épített a játékába, ahol a játékosok önzetlen összefogására volt szükség. A Metal Gear Solid 5 egyik multiplayer módjában minden játékos egy előretolt helyőrséget üzemeltet, amiközben szép lassan erőforrásokat termel a single player kampányhoz is. Azért multiplayer ez a mód, mert a játékosokat bepakolja egy régióba, és lehetőség van megtámadni a többieket és tőlük lopni nyersanyagokat. Na és ehhez a módhoz kötődik a játék egyik titkos befejezése, amit annyira elrejtettek, hogy pár hónappal később említették csak, hogy létezik egy bizonyos nukleáris lefegyverzés event. Ennek feltétele, hogy az egy adott platformon játszó játékosoknak meg kell szabadulniuk az összes nukleáris fegyverüktől. Csak hogy értsétek, ez mennyire nem volt könnyű feladat. Nyilván, mikor bejelentették, hogy létezik, adatbányászok megtalálták a bejátszást, viszont arra, hogy ténylegesen a játékban valóra váljon a befejezés, 5 évet kellett várni tavaly nyárig, és akkor is csak a PS3 platformon, az előző generációs konzolokon. Az állapot nem tartott sokáig, jelen pillanatban is van 35 atomfegyver a játékban a PS platformon. A Firewatch befejezésével már foglalkoztunk egy korábbi videónkban, ahol azokat a döntéseket vettük sorra a játékokban, amik végül nem számítottak. Abból viszont kihagytuk, hogy igenis van egy döntés, ami befolyásolja, hogy van vége a játéknak. Tehát a sztoriban egy tűzőrt alakítunk, aki egy erdő közepén álló őrtoronyból figyeli, hol pattannak ki erdőtüzek. A játék nagy bombasztikus befejezése, hogy akkora tűz közelít felénk, hogy helikopterrel kell kimenteni minket, hogy megmeneküljünk. Igen ám, de ez a helikopter nem várhat örökké. Ha 3 percen keresztül farkasszemet nézünk az értünk érkező tűzoltóval, aki a kezét nyújtja felénk, akkor megunják a várakozást és szimplán elrepülnek. Mi meg megvárhatjuk, hogy a helikopter eltűnjön a távolban, aztán jön a vége főcím, egyértelműen utalva arra, hogy szimplán csak ropogósra sültünk az erdőtűzben. Ouch. Nem is tudom, hogy ez befejezésnek tekintsem-e, de annyira elképesztően hülyeség, és annyira nem várnád, hogy ebben a játékban van ilyen, hogy amikor a kutatás közben találkoztam ezzel, egyértelmű volt, hogy nem hagyhatom ki. Tehát adott a legyen ön is milliómos játék PlayStation-ra. Igen, ez egy kvízjáték, amiben egy előre meghatározott zsákból elővett kérdésekre válaszolhatunk, és nyerhetünk egy rakás pénzt. Amiből persze egy fillert sem kapunk a valóságban. A játék kiemelkedő vonzereje lehetett, ha a nyilvánvalóan lebilincselő és magával ragadó játékmeneten kívül, hogy a hangokat nyilván a tévés műsor legendás vezetője, Vágó István, na jó, nem a magyar verzióról van szó, tehát Regis Philbin adta. Viszont a fejlesztők is tudták, hogy a tévéműsor igazi vonzereje nem csak az, hogy egy kvízműsorban kérdésekre válaszolnak emberek, hanem hogy a műsor vezetője folyton elbizonytalanítja, sürgeti a játékost, ezzel is megnehezítve a dolgát. Így hát a játékba is beleépítették ezt a mechanizmust, már a legelső pillanattól kezdve. Így például, amikor a legelején nekünk szegezik a kérdést, hogy egy vagy két játékos fog-e játszani, és mi késlelkedünk a válaszsal, ez történik. All right, somebody's gotta help me here. Look around the room and count. Is it one? Is it more than one? Somebody let me hear from you, please! Okay, you win. Have it your way. Good night, goodbye, good luck! Igen, fogja és kiléptet a játékból. Ő egy fontos ember, ne húzd az idejét! A Square 1995-ös játéka a Chrono Trigger egy zseniálisan új dolgot hozott be a játékiparba, az alternatív befejezéseket. Ha úgy veszük, igazából ez a videó sem születhetett volna meg nélküle, tehát nyilvánvalóan lehetetlen volt lehagyni a listánkról. Igazából talán felkerülhetett volna a korábbi videónkra, a legyőzhetetlennek hit, ám mégis legyőzött bosszokra is, hiszen a Chrono Trigger titkos befejezését is csak így oldhattuk fel. Tehát a Chrono Trigger főbossza Lavos, a 65 millió éves űrlény parazita, aki körül az egész játék eseményei forognak, és igazából a különböző befejezések
erőfeszítéseket, és az alapján oldhatjuk fel, hogy mikor, milyen módon végzünk vele. És bizony, hogyha a játék legelején szállunk szembe vele, és sikerül megölnünk, amikor még semmi esélyünk nincs rá, a fejlesztők személyesen gratulálnak. Oké, nem személyesen, de a lényeg, hogy a karaktereink visszateleportálódnak az idő végezetére, ami egyfajta központi hub helyszíne a játéknak, ám ezúttal egy rakás ismeretlen ember népesíti be az amúgy szinte üres helyet. Kiderül róluk, hogy ők a játék fejlesztői, és körbe mehetünk, ismerkedhetünk mindenkivel, és mindannyian mondanak nekünk valami vicceset, vagy meg akarnak prankálni, például, hogy behúznak egy újabb boss fightba, vagy reszetelik a játékunkat. A Max Payne 2 gyerekkorom egyik legmeghatározóbb játékélménye, és még mind a mai napig elő szoktam venni párszor, és tök durva, hogyha jól számolom, eddig még egyetlen lead videóban sem szerepelt. Na de, végre itt. Tehát a Max Payne második része mindjárt a sztori befejezésével indít. Az első részben még csak mellékszerepet kapó Mona Sachs haldoklik Max kezei között, akiről már amúgy is úgy tudtuk az első részben, hogy meghalt. Ha a sztorin végigmegyünk, amin itt most azért nem fogok teljes egészében, a sötét és borongós Max Payne története a mindenféle összeesküvéseken át eljut oda, hogy megtudja, a bérgyilkos Monát azzal bízták meg, hogy végezzen vele, ám egymásba szerettek, ezért képtelen elvégezni a munkáját. A játék főgonosza Lem végül lelövi őt, Max pedig a nyomába ered, és nyilván a legvégén megöli Lemet. A sztori végső befejezéseként Max visszarohan a haldokló Monához, és még utoljára a karjaiban tartja, ahogy meghal. Na de, van egy alternatív, titkos befejezés is, amennyiben a legnehezebb fokozaton játsszuk végig a játékot. Jegyezzük meg amúgy, hogy a játék egy érdekes, adaptív nehézséggel működött. A legkönnyebb detektív fokozaton a játék folyamatosan érzékelte, hogyha nehezen birkózunk meg egy kihívással, és addig könnyítette az ellenfeleket a halálok után, még nem sikerült túljutni rajtuk. A hardboiled fokozaton alapból a legnehezebbre vannak véve az ellenfelek, és nem adaptálódnak. A Dead on Arrival legnehezebb fokozaton pedig szintén a legnehezebb arcukat mutatja az összes ellenfél, viszont még az is limitált, hányszor menthetünk a játékban. Ekkor, még mielőtt elindulhatna a Pulse of the Fall Late Goodbye-ja a vége főcím alatt, még egy plusz képkockával egészül ki a képregény. Mona végül mégis kinyitja a szemét, és az érkező rendőrök is két túlélőhöz kérnek rohamkocsit. Bárkivel hajlandó vagyok vitatkozni arról a véleményemről, hogy az Outer Worlds az csak szimplán egy sikeres Fallout New Vegas folytatás, és mint ilyen, az eredeti Fallout mögött is álló Obsidian csapata folytatták jó szokásukat és belepakolták a kedvenc elememet a párbeszéd motorba. Tudnélik az első Fallout játék óta visszatérő elem, hogy attól függően, hogy a játékos milyen pontszámmal rendelkezik különböző tulajdonságaiban, vagy esetleg mennyire magas bizonyos képessége, új párbeszéd opciók válnak lehetővé, amikkel a szokásoson kívüli módokon is átjuthatunk az akadályokon. Na és ezek közül a legviccesebb minden játék a buta karakter indítása. Ha a játék elején elég alacsonyra rakjuk az intelligenciánkat, akkor lehetőségünk nyílik orbitális hülyeségeket mondani, és az Outer Worlds-ben pedig konkrétan egy teljesen új befejezést is feloldhatunk. Tehát a játékban a központi feladatunk, hogy felébresszük a Hope nevű kolónia hajón hibernálásban fekvő tudósokat. A játék végén sikerül is bejutnunk a hajó pilóta fülkéjébe, rácsatlakoztatjuk Ada-t a hajónk pilótájaként funkcionáló mesterséges intelligenciát, és választhatunk, hogy két bolygó közül melyikre navigáljon el minket. Vagy, ha elég hülyék vagyunk, akkor választhatunk úgy is, hogy majd mi átveszünk az irányítást a híresen nehéz és bonyolult naphoz közeli keringési pályáról. És bizony, ha így döntünk, akkor szimplán nem sikerül, és a hajó belezuhan a napba, halálra ítélve minket és az egész tudós csapatot is. De hé, legalább gyorsan sikerült befejezni a játékot, speedrunnereknek ideális. Beszéltünk már egy korábbi videónkban, hogy a Kingdom Hearts 2-ben a legnehezebb mód megmutatta nekünk a következő rész első jelenetét. Ugyanilyen jelenet amúgy van a Kingdom Hearts 3-ban is, de most ahelyett, hogy ezt néznénk meg, beszéljünk inkább egy teljesen másik játékról, amiben sejteni lehet, hogy egy folytatást vetít előre a titkos befejezés. A Days Gone világában egy motoros zsoldost, Deacont irányítjuk, aki egy zombi vírus által fertőzött Észak-Nyugat-Amerikában próbál meg túlélni barátjával, Boozerrel. A játék során folyamatosan találkozunk ezekkel a freakereknek nevezett zombikkal, és valójában végig a feleségünket keresjük, aki a játék világának járványügyi szervével, a Nero-val távozott még évekkel korábban egy helikopterem. A sztori egy pontján felveszi velünk a kapcsolatot egy bizonyos O'Brien, a Nero egyik tudósa, hogy segítsen nekünk mindenfélében. Tőle tudjuk meg, hogy a vírus mutálódik, és egyre durvább és durvább hatásai lesznek. Ha a játék sztoriát végigjátszottuk, megkapjuk a befejezést, és azt érezhetjük, hogy készen vagyunk. Nyilván Open World címként még maradhatunk, ha akarunk, befejezhetünk mellékküldetéseket, stb. Ilyenkor azért elég sokan leszokták zárni a sztorijátékokat, és abba hagyják a játszást. Na de, akik nem így tettek a Days Gone-ban, azok napokkal később kapnak egy hívást O'Brien-től, hogy találkozzanak. És mikor találkoznak, O'Brien felfedi, hogy ő is fertőzött a vírussal, ám mégis képes megtartani az elméjét, intelligenciáját, miközben megkapja az ember feletti erőt és ügyességet, ami a vírussal jár. Elmondja, hogy a Nero végig tudott erről, hogy errefele fejlődik a vírus, ezért voltak olyan óvatosak. A jelenet egyértelműen utal egy lehetséges folytatásra, ahol már nem csak agyatlan, hanem intelligens és számító zombikkal kell
majd szembenéznünk, és vélhetőleg magával a Niro szervezettel is. A Heavy Rain befejezésén legutóbb még csak nevettünk, hiszen a Sean Bugnak köszönhetően minden érzelem és szomorúság ki tud veszni a jelenetből, amikor Ethan Mars megmenti fiát az Origami Killer csapdájából. És bár ott nem említettük, nem ez az egyetlen lehetséges befejezése a sztorinak, ez ugyanis nyilván a legideálisabb, amikor Sean életben marad. Ahhoz viszont, hogy a legrosszabb befejezést megtaláljuk, annyira szándékosan el kell rontanunk a játékot minden egyes ponton, hogy konkrétan titkosnak tűnik. Tehát ehhez a befejezéshez el kell rontanunk két küldetést is, hogy letartóztassanak minket, és meg kell halnia két mellékszereplőnek, hogy végül Ethan fia Sean is meghalhasson. Ha ezek mind megtörténnek, akkor gyakorlatilag az Origami Killer nyert, és sikerült Ethanre terelni a gyanút, akit végleg letartóztatnak, és börtönbe csukják a sorozatgyilkos összes korábbi gyilkossága miatt is. A befejező bejátszásban Ethant látjuk a cellájában origami figurákkal körülvéve, ahogy felakasztja magát. Viszont, hogy értsétek, katasztrofálisan bénának kell lenni, hogy elsőre sikerüljen ezt a befejezést elérni, hiszen tényleg szinte minden lehetséges ponton a rossz döntést kell hoznunk, ami, hogyha nem tudsz erről a befejezésről és nem direkt ezt keresed, akkor szinte sosem a kézenfekvő választás. És igen, én Dani vagyok, és ez itt megint a Silent Hill 2 Hungary. Ismertek már, ha a Silent Hill 2-t valamilyen szempont miatt rárakatom egy toplistára, akkor nem fogom megállítani. Nyilván az egyik leglegendásabb titkos befejezése a játékok történelmében a Silent Hill 2-höz tartozik. A játék, ahogy azt már számtalanszor megfogalmaztam, ködös, borongós, melankolikus, lehangoló. Ha sikerül feloldanunk a három normál befejezést, vagy a különösen nehéz és instrukciók nélküli Rebirth befejezést, akkor a következő végigjátszásunk során felbukkan egy kutyaház a városban. Ha ezt a kutyaházat megvizsgáljuk, találunk egy kutyakulcsot. Kutya kulcs egy megfigyelő szobát nyit a Lakeview Hotelben, és ha benyitunk, akkor... Omae no shiwaza datto no ka? És utána nyilván a főcím is átalakul egy teljesen más verzióra, ami valljuk be messze felülmúl minden más játék vége főcímet. És jegyezzük meg, hogy ez a játék korábban volt, mint hogy a Doge mém kapcsán a Shiba Inu kutyák ennyire mémszerűek lennének, és a vége főcím is korábban volt, mint a Gabe a kutya bork remixei. Rest in peace. Szóval, nem csak hogy vicces, de kifejezetten előrevetített, vagy talán közrejátszott a megalkotásában két mémnek is, és segít egy kicsit feldobni a hangulatot, miután négyszer egymás után végigjátszottad a Silent Hill 2-t. És az első listaelemben térünk rá a Far Cry befejezésekre, ahogy ezt a videó legelején ígértem. Igen, egy listaelem alatt az összes Far Cry korai befejezést. Tehát a Far Cry 4-ben karakterünk a fiktív Kirátba látogat, ami nem Tájföld, hogy anya hanvait szétszórja. Itt a játék főgonosza egy bizonyos Pagan Min, akivel már az intróban megismerkedünk, és elvisz minket egy vacsorára, ahol nyilván meggyilkolja a rajtunk kívüli második vendégét. Amikor elnézésünket kéri és elvonul egy kis időre, az az egyértelmű utalás arra, hogy na, most tudunk megszökni erről a helyről, hogy elkerüljük a halál, és a legtöbb játékos így is tesz, hogy elinduljon a játék. Viszont, ha várunk 15 percet, és tényleg ülünk a helyünkön, akkor visszatér, és felajánlja, hogy elvisz minket a helyre, ahol szét akarjuk szórni az anyánk hanvait, aztán vége is az egész játéknak, anélkül, hogy egy lövést elsütöttünk volna. A Far Cry 5-ben megint csak visszatér a döntés. A játékban egy meg nem nevezett rendőrt alakítunk, aki a játék elején egy nagyobb csapat részeként érkezik Hope-ba, hogy letartóztassa a Joseph Seed szekta vezért, a játék főgonoszát. Miközben letartóztatjuk, a szekta tagjai ránk támadnak, és csak a mi karakterünk marad életben, a szekta vezér pedig ráállítja a szektát, hogy ránk vadásszanak. A letartóztatását ugyanis isteni jelnek vette, és elkezdi beteljesíteni bizarr apokalipszisét. Viszont ahhoz, hogy Seedet letartóztassuk, nekünk kell megnyomni egy gombot. Itt szimplán dönthetünk úgy, hogy nem nyomjuk meg. Kis idő múlva a karakterünk sarkon fordul, a csapat elhagyja a templomot, és nem tartóztatják le Seedet, a játék pedig egyből a vége főcímre vág. Na és most jön akkor a Far Cry 6, ami hát spoiler, de igazából itt is a játék legelején van a döntés, úgyhogy annyira azért nem lövi le se a sztorit, se az igazi befejezést. Tehát itt a helyszín ugyebár Yara, ami nem Kuba, ahol karakterünk meg akar lógni az Anton Castillo nevű diktátor által uralt karibi szigetországból. Épp már a hajón ül Amerikába, amikor felbukkan a Giancarlo Esposito által alakított diktátor, aki szénnél löveti a hajót. Ezután egyedüli túlélőként egy kisebb szigeten ébredünk, ahol felveszük a kapcsolatot az ellenállókkal, a Libertaddal. A Libertad
vezetője, Clara, arra kér minket, segítsünk neki néhány feladat elvégzésével feloldani a kis sziget körüli blokkádot, hogy csapataikkal átmehessenek a nagy szigetre és megdönthessék Castillo uralmát. Ha ezt a blokkádot segítünk feloldani, egy hajót ígér nekünk jutalmul. És bizony betartja az ígéretét, és miután a Tutorial szigeten elvégezzük a pár küldetést, és a végén megtisztítjuk a két csatahajót az ellenségtől, Clara valóban odaadja nekünk a hajót, hogy menjünk nyugodtan Amerikába. Vagy csatlakozunk a Libertadhoz, és segítsünk leverni a diktatúrát. És nyilván a játékhoz az utóbbit kell választanunk. Viszont ha ezen a ponton nem Clarához megyünk, hanem felszállunk a hajóra és elindulunk Amerika felé, akkor a játék egy bejátszással véget is ér. Odaértünk Miami partjaira és boldogan élünk, míg meg nem halunk, a rádión pedig végig hallgathatjuk, hogy Castillo leverte a forradalmat, Clara és bajtársai meghaltak, aztán jöhet a vége főcím. Nektek melyik a kedvenc titkos befejezésetek a játékokban? Esetleg néznétek még folytatást a listáról? Írjátok meg nekünk kommentekben, vagy beszélgessünk róla a Discord szerverünkön, ehhez linket találtok a leírásban. Ha pedig lemaradhatok arról, ahogy kipróbáltam a Far Cry 6-ot livestreamben, de soha többet nem szeretnétek hasonlóról lemaradni, kövessetek be Twitchen is. Ha tetszett a videó, sokat segít nekünk, ha ezt egy lájkkal is jelzed, és ne felejts el feliratkozni a csatornánkra, hogy ne maradj le a további tartalmainkról sem. A kis bevásárlókosár gombra kattintva eljuthatsz a webshopunkba is, ahol menő gaming perifériákat, gamer és e-sport merch-eket, és még csomó minden más hasznos, amit találsz. Várunk legközelebb is!